Sziasztok! A mai videóban összefoglalom a Tesla szerda esti 2022-es első negyedéves telefonos beszámolóját. Ezen meglepő módon Ilon is ott volt. Ugyanakkor a nyitóbeszédet Zachary Körkon a pénzügyi vezető kezdte. Elmondta, az első negyedév nagyon nehéz, de ugyanakkor nagyon sikeres is volt. Hatalmas fennakadások voltak Sánkájban. Nem csak a gyárat kellett bezárni a helyi pandémia korlátozások miatt, de az ellátási lánc is akadozott. Mégis sikerült minden eddiginél több autót kiszállítaniuk. Közben több pénzügyi rekordot is sikerült megdönteniük. A bevétel és a profit is több volt, mint a Wall Street várakozása. Az autóipari nyereségük most lépte át először a 30%-ot. Ezt ráadásul úgy érték el, hogy a most átadott autókat még a több hónappal ezelőtti áron rendelték. Közben az alapanyagok ára egyre jobban nő, így igen nehéz megjósolni, mennyiért is kell eladják majd autóikat. A gyárlazárások ráadásul előjelek nélkül történtek, így lehetetlen volt felkészülni rájuk. Az energiaüzletágot ráadásul sokkal jobban érintették az ellátási lánc problémák. Kismértékben nőtt a készpénzállományuk, miközben a hiteleik közel nullára csökkentek. A második negyedévre nézve ki kell emelni, hogy közel egy hónapos kiesés várható Sánkhájból. Berlin és Austin felfutatása hibákkal jár majd, ez meg fog látszani a következő negyedév pénzügyein. Várhatóan tudják tartani a több mint 50%-os növekedést erre az évre. Majd Dilon folytatta a nyitóbeszédével. Több szinten is rekordot döntöttek. Nem csak kiszállításban, de pénzügyekben is. Gratulálta a csapatnak a nehézségek ellenére elért eredményekhez. Különösen köszönte a Shanghai csapatnak, hogy minden megpróbáltatás ellenére hozták az elvárt szintet. Szerinte lehetséges, hogy ebben az évben 60%-ot nőnek. Jól indul Austin és Berlin is. Eleinte lassan történik a felfuttatás, de egyre inkább exponenciálisá válik majd. Évvégére már komoly számok várhatóak mindkét gyárból. Aktívan dolgoznak egy robot-taxinak optimalizált járművön is. Sem pedálok, sem kormány nem lesz benne, további érdekes innovációkkal fűszerezve. Ez lesz a legolcsóbb járműves közlekedési forma. A tömeggyártást 2024-re szeretnék elérni. Ez egy hatalmas sarokköve lehet a Tesla növekedésének. Ugyanakkor jól állnak, hogy beinduljon jövőre a Cybertruck gyártása is. Még csak az útjuk elején járnak. A 20 milliós céljukhoz képest még csak 5%-nál tartanak. Szerint a következő években tudják majd tartani az 50%-os növekedést. Iron szerint az emberek nem realizálják optimus fontosságát. Szerinte a robot üzletág többet fog érni, mint a teljes autóbizniszük, vagy mint az FSD. Jól alakul a biztosítási üzlet is, Továbbá kezdik megoldani az energia részleg ellátási gondjait is. Musk soha nem volt még ilyen optimista a Tesla jövőjét illetően. Az első szétotkomos befektetői kérdés az optimista FSD jóslatokra vonatkozott. Elon elmondta, az önvezetésben több fals megoldást látott, mint az összes technológiai fejlesztésben, amiben valaha részt vett. Most már rájöttek, az egyetlen megoldás az, ha megfejtik a való világbeli mesterséges intelligenciát. Ahogy sokszor mondták már, a közlekedés biológiai, neurális hálózatra van tervezve. Jelenleg úgy látszik, emberi szintet érhetnek el évvégére. A legegyszerűbb, hogy magunk is lássuk a fejlődést, ha részt veszünk a beta programban. Musk elmondta, rengeteg napot vesztettek a gyár lezárása és az ellátási lánc hasonló problémái miatt. Hamarosan újra rekordmennyiségben gyárthatnak majd. Addig is azt várják, hogy gyártásuk stagnálhat, vagy akár csökkenhet is a második negyed évben viszont a harmadik és negyedik negyedév hatalmasat nőhet. Fontos, hogy az új gyárak az egyszerűséget követik, ezért fognak csak Model y gyártani. Reméli jobbak a felfuttatásban, de általában 12 hónapra van szükségük a heti 5000 darabos gyártáskapacitáshoz. A következő kérdés a nyersanyag áramelkedések tett hatásaira vonatkoztak. Ilon elmondta, sokszor túlzásnak tűnhetnek áremeléseik, főleg ha a rekordnegyedévet nézzük. Autóikra sokszor fél vagy akár egy év várakozási idő is van. Közben az alapanyagok ára egyre emelkedik. Az áramelkedésekkel erre próbálnak felkészülni a jelenlegi jelek alapján. Abszolút nem csökken autóikra az igény, gyártás limitáltak jelenleg. Majd Zek is beszállt a válaszba. Nagyon nehéz előre megjósolni az alapanyag árak változását, de ők folyamatosan ezt teszik az autóik árváltozásával kapcsolatban. A következő kérdés arról szólt, hogy miért nem állami szinten küzdenek a dealer lobby ellen, és mikor állnak át a 800 voltos architektúrára. Elon elmondta, minden államban szeretnék, ha lenne direkcia. Sajnos a kormány részéről nem látnak hajlandóságot az egész országra kiterjedő szabályzásra, így kénytelenek államok szintjén küzdeni. A 800 voltos kérdésre Drew Baglino válaszolt. Elmondta, vannak előnyei és hátrányai is a rendszernek. Nagyobb járműveknél több értelme lenne a dolognak. Vagy vette át a szót. Az átállási költség nagy lenne, a hozomány kicsi. Ahogy a hálózati feszültség is néhány helyen 120 volt, máshol 240. A való életben nincs nagy különbség. Drew visszavette a szót. Nagyjából 100 dollárt spórolnának. Gondolkoznak rajta a Cybertruck és a szemály esetében. A robottaxi esetében nincs értelme. Drew a következő kérdésre is válaszolt. Elmondta, minden területen dolgoznak, amit felvázoltak a Battery több évbe telik majd, hogy minden célt elérjenek, de közben nagyon nőnek az alapanyagára. Jelenleg elérték a konkurens megoldások szintjét, jövőre át is léphetik azokat. Ilon válaszolt a következő kérdésre, amely az extrém felskálázástól szólt. Elmondta, sokat gondolkoznak azon, hogy egyáltalán mit is jelent az extrém méret. A 10-20 milliós kapacitás elérése érdekében nagyon részletekben menően kell elemezni mindent. Jelenleg a limitáló faktor a lítium bányászat és finomítás. Kb. 5 kg lítiumra van szükség egy autó akkumulátorához. Súlyban és árban a katód a legmagasabb, vagyis a vasfoszfát és a nikkel. Hamarosan izgalmas fejleményekről számolhatnak be. Drew azzal folytatta, hogy egyre nagyobb szerepet játszik az újrahasznosítás is. Lars hozzátette, alumínium selejtjeiket is teljes mértékben újrahasználják. Ilon elárult egy érdekességet. Az új modell y első és hátsó öntvényéhez alapanyagnak beolvasztanak hagyományos autófelniket is. Hamarosan ezt az öntvényt az S és az X kivételével minden autójuk megkaphatja. Mászka a következő kérdésre válaszolva elmondta, ahogy egyre többet tanulnak, egyre gyorsabban megy a felfuttatás. A strukturális kialakítás is sokat gyorsít a gyártáson. A robottaxiról jövőre többet is elárulnak. Berlin 2170-est használ, később átállhatnak 4680-asra. A biztonság kedvéért Texasban is lesz 2170-es gyártott modell y -nyug. Ha minden jól megy, a harmadik negyed évben a 4680-as gyártása is jelentősen felfuthat. Drew hozzátette, a 2170-esből a gyárlállások miatt jelentős feleslegük keletkezett. Ezzel elérhetik könnyedén a 2022-es célokat, továbbá így nem kell elsietniük a 4680-as felfuttatását. Ilon hozzátette, az idei évre nincs rossz hatással a 46-80-as késlekedése, viszont jövő évre komoly negatív hatása lehet, ha nem tudják megoldani a szűk keresztmetszeteket 2023 elejére. Elemzői kérdések következtek. Ilon elmondta, minden erejükkel azon vannak, hogy elérhetőbbek legyenek autóik, de az 50 éves rekordinfláció miatt ez egyre nehezebb. A robottaxi 5-ször, 10-szer olcsóbb közlekedési formát fog jelenteni, mint bármilyen más jármű, és mindenkinek elérhető lesz. Olcsóbb lesz, mint egy támogatott busz vagy metrójegy. A következő kérdésre szintén Iron válaszolt. Elmondta, a világ megújulókra való átállásában az akkumulátorgyártáson keresztül próbálnak leginkább segíteni. Reméli, nem kell autóik árát tovább növelni. Drew direkt és indirekt módon is próbálják elérni, hogy ne nőjenek tovább az árak. Pierre Ferragu volt a következő kérdező. Kiszámolta, hogy az évtized végére 500 milliárd dollár készpénzen ülhet majd a Tesla, és megkérdezte, mi ezzel a terv. Elon viccesen elmondta, lehet ez a mai pénzben csak 20 milliárdot jelent majd, majd meglátjuk. Ezek hozzátette, a robottaxi gyártás elkezdése nem lesz olcsó, illetve olyan fejlesztéseik is vannak, amelyekről még nem beszélhetnek. Ha működni fog a robottaxi hálózat és Optimus, akkor kell majd megnézzék a cashflow-t és eldönteni, hogy mi a következő lépés. Lars a következő kérdése válaszolva elmondta, ha nem számolják az egyes cellákat, sokkal egyszerűbb a Cybertruck felépítése, mint egy hagyományos pickup traké. Iron elmondta, tovább kívánják fejleszteni giganevadát is, de a legnagyobb fejlesztés Austinban lesz. Musk a következő kérdése válaszolva elmondta, nem beszélgetnek a cégen belül a következő kompenzációjáról. Drew válaszolt a következő kérdésre nem csak az LFP lesz jó alternatíva a nikkelnek, hanem újabb katódok után is kutatnak a flexibilitás miatt. Az ő megoldásukkal egy-két éves átfutással indulhat egy lítiumbánya. A következő kérdése szintén Drew válaszolt. Elmondta, mindenhol be akarnak engedni más autókat is a Supercharger töltőkre, de ez Amerikában nehezebb a saját töltőcsatlakozó miatt. Ironézzek elmondták, hogy a biztosítást teljesen vertikálisan integrálják. Ezzel nagyban javítják a vezetők figyelmét, másrészt meg azonnali visszajelzést kapnak autóik biztonságáról. A javításokat is ők végzik majd rövid határidővel. Köszönöm mindent Patreonos és Youtube támogatómnak is a támogatást. Nézzetek rá a Merchboltomra és az egyéb linkekre is a leírásban. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek. Holnap jövök az ironos videóval az Innovatív Hírek csatornán. I keep making sound, go another round. i legend bound, can't stop me now. You don't wanna fk with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things that you couldn't see. Just tell. 'Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel; it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big bucks, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot.